Nagymama nem mert feketét venni, félt, hogy még tényleg meghal nagyapám, ha már gyászolni kezdi. Az öreg intett, hogy hajoljon közelebb hozzá, súgni akar valamit. A koporsó, legyen már nagyobb. Nagymama bólintott, s olyan zokogásba kezdett, hogy csak nagy sokára tudták lecsillapítani. Soha nem volt nagyapám, megint magához intette a feleségét. Válaszolj, ne vigyázz, az Isten előtt vagy most már te is. Volt valami, amivel engem életemben megbántottál? Megcsaltál? Gondolkodott nagyanyám, bánatos, fáradt szemekkel nézett nagyapámra, akinek addigra már eltűntek a szikárvonások az arcáról. Fáradt öreg ember lett belőle. Volt. Volt, mondta nagymama lehajtott fejjel. Azt mi volt az? Nagymama vallott. Kettő is volt. De hogy mi, azt nekünk soha senki nem mondta meg. Akkor azonban soha nem volt nagyapám, kiugrott az ágyból, mérges vörös feje lett, mint a paprikának, lekevert a feleségének három nagy pofont, sóhajtott kettőt, majd adott neki megint egyet, de az istenes volt. Nagymama attól süketült meg a bal fülére, és a soha nem volt úgy döntött, még nem hal meg. Hogy ilyen kurva mellett éltem, kiáltotta nagyapám. A rokonságot kikergette a házból, és elment pár hónap múlva a donkanyarhoz. Ment, különben vitték volna. Katinka velem együtt nézte a hangyákat. Nem szólt, nem kérdezett. Nagy csendben tanulmányoztuk az egyre népesebb sereg munkáját. Valami nezt hallottunk a bozótosból, ilyetten egymásra néztünk, még a levegőt is visszatartottuk, de több zaj nem jött. Katinka egészen közel kúszott hozzám. Közelről nézte az arcomat, a szememet, az orromat, mintha majmot látna először közelről. Nem mosolygott, nem vigyorgott. Megcsókolt. S nem úgy, ahogy egy alig 6 éves lány csókol. Lágyan kezdte, majd egyre vadabbul harapott, szívott, a nyelvével nyugtalanul kutakodott, mintha szét akarta volna vele feszíteni a számot. Amikor abba hagyta, a szemembe nézett, és én olyan szomorúságot láttam benne, amilyet soha többé senki más szemében. Kimászott a bunkerből, és szaladt, szaladt. Én rögtön utána is nem bírtam utolérni, csak a nagy sorom már. Közel a házukhoz. Nagyanyám soha nem síratta meg nagyapámat, legalábbis soha senki nem látta sírni. Fekete ruhát se vett magára, persze nem is volt neki. Hatalmas lyuk égtelenkedett a plafonon, majdnem az ágya felett. A cserepekből is lehortak már a viharok. Nagyanyám ott aludt az ég alatt, a csillagok között. S aztán egy éjszaka megmozdultak neki a csillagok. Azt mesélte, hogy előbb csak vibráltak, mint hóeséskor a villany, amikor az átázott vezetékek miatt kikimarad az áram, aztán közelebb jöttek, mintha néznék, mit csinál. Mintha éppen a szemébe akarnának nézni, s akkor úgy maradtak. Közelebb jöttek a földhöz, közelebb a faluhoz, az emberekhez, és ott is maradtak, örökre közelebb. S egy idő után, napokkal, hetekkel később megérkeztek az apró emberkék is, akik a falon szaladgáltak. Mint a városban, a piacon az asszonyok, vagy ahogy bálban süröghetnek a kis nőcskék, a nagyurak. De ezek nem csillogó ruhában, nem fényes cipőkben, csak feketén mozogtak. Árnyak voltak. Szelíd nyüzsgő árnyai valami láthatatlan hatalomnak. Szólni nem tudtak, s nagyanyám egy idő után azt kezdte hinni, hogy éppen a mozgolódásukkal akarnak üzenni neki valamit. Nem is figyeltek rá a falusiak, ha mesélte valakinek. Még az apám is azt gondolta, hogy megbolondult, csak legyintett, ha este ott maradt nálunk. Most már ott lehetnek, nyüzsögnek, nem bírok tőlük aludni. Csótányuk azok, anyu, majd mérget rakok oda. De már jobb lenne, ha nem is aludnál abban a házban, még rádomlik a végén. Jól van, no, hazamegyek már, mondta nagyanyám, mintha nem is hallotta volna, mit mondott apu. Lassan lépkedett.
A konyhaablakból még láttam, hogy kint az udvaron úgy igazgatja magán viseltes ruhadarabjait, mint a csitrik. S méltósággal indul neki a sötét utcának. Megy haza, apró árnyai közé. Hegedénes bácsit titokban szoktam figyelni, hogyan dolgozik a temetőben. Volt egy szép, de fiatal fa, ahonnan az egész temetőt be lehetett látni. Arra másztam fel, s csendben, hogy az ágok serecsegjenek, figyeltem, hogyan hajladozik, gerebjézik a nagy bajszos öreg Dénes bácsi. Lapáttal oldalba verte a halmokat, kevés sír volt kőből, egy-egy eső után igazított a többin. Olyan egyszerű, megszokott mozdulattal, ahogy anyu húzta végig tenyerét a könyves szekrényen, hogy leszedje a port. Dénes bácsi lassan lépegetett a sírok között. Elolvasgatta a kereszteken a neveket. Talán számolgatta, ki hány évesen halt meg. Volt, hogy megigazította a fejfákat. Némelyik sírra még virágot is rakott. A templomon túli mezőről hozta őket. Rengeteget, ölben, mint a tüzelőt cipelne. Aztán szétszórta az ártatlan kankalinokat, margarétákat a sírokon. Volt egy halom, amelyiknél mindig hosszabban időzött, s talán több virágot is szórt rá. Ha végzett a munkával, s ment a paphoz a templomba, én rögtön ahhoz a sírhoz szaladtam, hogy olvassam kié. Biztosan a szeretője, a gyereke vagy a felesége volt, gondoltam. De a szépen faragott, díszes fejfán nem volt semmi. Se szám, se betű, de még jel se. Néztem előről, hátulról, hiába. Rángatni kezdtem, hogy kijebb húzzam, hát ha éppen a tövére van írva valami. De nehéz tölgyfából volt, alig bírtam mozdítani. Meg bajosan is fértem hozzá. A sírra meg mégsem mertem rálépni, csak feleslegesen küzdöttem vele egy ideig. Nagy volt bennem a kíváncsiság. Hé, te kutya, mit csinálsz? Hegedénes hadonászott a templom felől. Úsgyi, futottam le a dombon, de nem a tiszta felén, hanem a bozótosnak, amitől pedig féltem, azt mondták a közepében, akkora mocsár van, hogy már kutyák, elbitangolt disznók is vesztek oda. Nem volt abban semmi mocsár, de tüske, gajsűrűn, az igen. Könnyen eltűntem Dénes bácsi szem elől, de csak nagy sokára szabadultam a rengetegből, akkor is tele sebbel, mintha boszorkányok rámuszított macskái karmoltak volna össze. Ültünk a bunkerben, untuk már a hangyákat. Katinka dacosan gubbasztott, mintha azt várná, hogy elszórakoztassam. Tudtad, hajoltam hozzá egész közel, hogy van egy boszorkány a faluban? Kettő van, válaszolt rögtön, mint akinek nem lehet újat mondani. Meghökkentem. Ki lehet a másik? Vagy a másik kettő? Mert talán az enyémről nem is tudja Katinka, hogy boszorkány. Nem akartam kérdezni. Majd elmondja, akarja, gondoltam. És el akarta. Az egyik én vagyok. És felnevetett. Nekem meg csiklandozni támadt kedvem, annyira tetszett a kacagása. Birkóztunk egy kicsit, erősebb voltam nála, de hagytam, hogy néha azért ő kerekedjen felül. Végül fordítottam megint, s két gyenge karját a feje fölött földre szorítottam. Csak úgy egy kézzel. A másikkal pedig simogatni kezdtem az arcát. Megint ott volt a szemében az az ismeretlen szomorúság. Ki a boszorkány? Kérdezte suttogva. Elengedtem a kezeit, lassan a füléhez hajoltam, és megsúgtam neki. Ő meg, mint ahogy azt az éhes, szerelmes asszonyok teszik, átkarolt, és erősen, hosszasan magához szorított. Az Évát holnap elviszik, mondta apu. Vasárnap volt. A konyhaasztalnál ült, levest kanalazott. Én éppen akkor értem haza. A régi papnál voltam, hogy megbarátkozzak vele. Ki akartam deríteni, ki fekszik a névtelen sírban. Ülj te is enni, szólt anyu. De én nem akartam apám mellett tenni. Kislábasban kértem az ételt, hogy a küszöbön ehessem. Hova viszik? Kérdeztem. Tanulni, iskolába. Majd idővel neked is menned kell. Apám befejezte az ebédet, a szobába ment, aludni szokott ilyenkor egy keveset. Így, mondta anyu.